Sziasztok! Ma a nemez virágkészítéset mutatom meg nektek. Én így csinálom. Először is rakok az asztalra egy viaszkos vásznat, hogy ne állzzon el. Aztán a nemez darabokat szépen egymás mellé helyezem az asztalon, hogy összeérjenek a szálak. Ezután csorgatok rá vizet, rakok rá óvatosan szappant, és elkezdem óvatos, finom mozdulatokkal az egészet jól bedörzsölni vele. Először nagyon-nagyon finoman, hogy a kis szálak összetudjanak gomoncolódni, aztán utána egyre erősebb mozdulatokkal. Hogyha már úgy látjuk, hogy nagyjából összeáll, megfordíthatjuk az egészet, és onnan is elkezdhetjük masszírozgatni. Ezután előveszünk egy textil darabot, amiben szépen palacsintával beletekerjük, és kicsorgatjuk belőle a fölösleges vizet. Hogyha ezután kivesszük az anyagból, és úgy érezzük, hogy szükséges, akkor megint kezdhetjük az egészet szappanozni, vizezni, és megint bepalacsintázhatjuk a textil darabba, de hogyha már összeáll, hosszas masszírozgatás után, akkor csak kirakjuk száradni az egészet. Száradáskor egy kicsit kisebb lesz az egész, és utána tűvel, ollóval, cérnával, gyöngyel virágot készíthetünk belőle, amit aztán felhasználhatunk vázában, ruhán, rárakhatjuk egy hajgumira, egy medálra, karkötőre, amit szeretnénk. Csináljátok utána. Sziasztok!